A regény első részének az a címe, hogy Gondolok Gödre. Ez egy, az regény ez is, meg az első rész is, mármint a második is rész, első rész is, sőt az, amit írok, a harmadik részt is írom, az egy családnak a története, egy palaszcsárnak a története. A 19. század közepén kezdődik, és a harmadik részt írva a 20. század 30-as éveiben járok. Ennek a családnak egy tagja, feleségével és két gyermekével kivándorol, illetve hát így nevezi a szakirodalom, de valójában ami kivándorlásnak, amit kivándorlásnak nevezek, nem volt kivándorlás, hanem vendégmunkásság volt Magyarországról. A 19. század végén, 20. század elején tömegek, főleg paraszt emberek mentek el Egyesült Államokba, hogy pénzt keressenek, és hazajövve javítsanak a helyzetükön. Egy ilyen családnak a története ez. Az első rész az Magyarországon játszódik, a második rész pedig ez a Kaliforniai fűr, aminek valóban két kiadás van már, az pedig az Egyesült Államokban. Úgyhogy hát mondjuk annyiban van benne életrajz, hogy természetesen az ember az alakjait úgy tudja megformálni, azokról mintázza, akiket ismert. Mondjuk a dédnagyapámat nem ismertem, de elképzelhető, mondjuk ő van az első részben. Egy nagyon módos parasztember volt, és a gyerekei arra kényszerültek, az egyik fiú azért kényszerül elmenni, mert egyrészt nem tud elkezdeni gazdálkodni, mert az apja nem osztja fel a vagyont, és a felosztanál is nagyon sok gyerekük volt, teljesen szétaprózódna. Na most, többé-kevésbé ez történt az én dédnagyapámmal, de én ott nem ismertem. Viszont a nagyszüleim, de megint csak nem mintája a nagyapám az hősömnek, kivándoroltak, vagy kimentek a 19. század végén, és a regény egyik színhelyén éltek. Az egyik színhelye, két színhelye játszódik, az amerikai rész, Ohio állam, másik pedig Kalifornia. De mindez kevés lett volna még ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálkozom ilyesmivel. Az is döntő volt, hogy nekem magamnak is van közöm ehhez az országhoz. Az elmúlt 40 évben elég, nem mondom, hogy sűrűn, de többször megfordultam ott, úgyis, mint ösztöndíjas, úgyis, mint menekült, úgyis, mint vendégtanár, úgyis, mint turista. Sőt, mikor elkezdtem írni ezt a könyvet, amint a második részt, akkor azzal a céllal mentem, hogy ott is anyagot gyűjtök. Tehát a helyszíneken megfordultam. A kaliforniai helyszínek meg a közelében éltem. Santa Paulának hívják ezt a várost, és Santa Barbarában voltam vendégtanár az egyetemet, elég jól ismerem Dél-Kaliforniában. De a kaliforniai fűr azért kaliforniai fűr, mert egy nagyon jellegzetes madara a Kaliforniának, a kaliforniai fűr, és ezt a madarat a hősöm folyton látja, találkozik vele. Azon kívül ő bizonyos, nagyon érdekes hangja van a kaliforniai fűnek, nem csak szép, hanem ilyen panaszos, lamentáló hangja van, és ő úgy érzi egy idő után, mint hogyha ő helyette beszélne. Tehát, hogy többféleképpen hallja ezt a panaszt úgy is, hogy nagyon rossz, aztán azt úgy is hallja, hogy jó lesz. Tehát szinte ilyen mersőséges viszonyba kerül ezzel a madárral. Na most tudni kell, hogy ő a szabadban dolgozik, egy olajfúró munkás. Az olajfúrás az nem a városokban történik, hanem a vadonban, a hegyekben, a síkságokon, és ott ezek a madarak el is sűrűnek. Egyébként máshol is, nem csak ott. Úgyhogy úgy éreztem, hogy azt a lelkületet, nem mondom, hogy kifejezi, de valamiképpen leképezi, ami jellemzi őket. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy és azt hiszem, hogy ez a regény a honvágynak, a hazavágyódásnak a története, amit különösen, vagy bizonyítom, hogy tragikussá válik attól, hogy nem jönnek haza végül, de nem azért mennek, hogy ne jöjjenek haza. Úgy alakul az életük, meg egyáltalán a világ történelem, gondoljuk Trianonra, az a Magyarország, amiből elmentek, az nem várja őket, viszont az nincs. Szóval úgy alakulnak a dolgok, és nagyon sok élet alakult így annak idején, hogy nem tértek vissza, úgyhogy ezt a terhet, vagy ezt a fájdalmat örökké
viselni fogják, örökké hordozni fogják a lelkükben. És ezt a madarat éreztem erre talán megfelelőnek. Hát azért mentem, mert sokszor úgy éreztem, hogy nem lehet élni. Hát nagyon sokáig nem is publikálattam, vagy amit publikáltam, azt abszolút elutasított a hivatalos állami esztétika. Hát megelégeltem, és úgy gondoltam, hogy máshol kell megpróbálni, és az Egyesült Államok erre alkalmasan, mert valami közöm is volt már az országhoz, magamnak is, meg a családomnak is. Ezt nem mindig feladtam, mert és lehet, hogy igazam volt, bár most sem egészen olyan világot élünk, amilyet elképzeltünk magunknak 20-25 éve. Hát azért jöttem haza, mert magyar vagyok, mert én le tudtam győzni azt, amit a hőseinek nem sikerült. így is lehet mondani. Magyar íróként Magyarországon kell laknia, élnie az embernek.